Nét. Idézés, hát... Ha gondolom, ő lesz már a következő boss, igaz? Igen, ő itt a következő boss. Végső boss ő. Ő a végső boss. De hát akkor ez egy két bossos insta lenne, vagy kimaradt? Igen, igen, ez egy két bossos dungeon. Két bossos, az elején két ilyen nagy trash csoport fogad minket itt a boss előtt, majd ránk támad a boss. Igen, itt láttad is egy pillanatról, hogy ránézett a Mystic és mozdulatlanná tette a boss. Annyit kell tudni a Terráról, hogy a bossokat lehet CC-zni. Ez azért van kitalálva, ha esetleg meghal az egész party, bár ezt nem tudom, sajnos ennyire nem vagyok tapasztalt a magas szintű Terrának a világában, a világában, de viszont így az alacsonyabb szintű bossokról, meg a normál módú instákról tudom jól, ha a healer marad utoljára és el tudja altatni a bosst, vagy leszlipelni, vagy bármi, akkor föl tudja kelteni a csapattársait, és veszteség nélkül újra neki lendülhetnek a bossnak. Újult erővel. Annyit szeretnék most kérdezni, hogy itt a bossnak van valami különleges, olyan úgymond akciója, mint mondjuk előbb ez az ugrálás, meg ez a pajzsos dolgot láthattuk, ami olyan különösebb taktikát igényel? Igen, mint látod, slash-ben üt, vagyis magyarosabban mondva, AOE-ban üt, 360-180 és maga előtt 80 fokos szögben. Ezen felül ugrál és combo ütéseket nyom, és szintén van egy enrage time-ja. Itt lehet is látni, amikor bevillan a szeme, akkor így lecsapott most így a földre. Ilyenkor mindenkit nagy eséllyel fölöket és hatalmas damage-et víz be. Amikor örjöngenek a bosszok, nem érdemes túlságosan ott állni a papíroknak, mert eltarol és végez velük, szóval azon a igazság, csak a papírokat. Nem csak a papírokat, még a pajzsosokat. És igazából Terrában az Emi, ami meghatározza a játékot, és ez az, ami inkább skillesebbé teszi a játékot, skill-orientáltabbá, hiszen az ellenfelek gondolkodnak. Nem van hatalmas mértékben, de viszont föl tudják fogni az ellenfelek azt, hogy van, hogy nem a tankot kéne ütni, és ezt nagyon meg tudja sinlenni egy party. Szóval van, amikor a tank úgy van vele, hogy hatalmas méretű agron van a bosszon, és hirtelen levált róla, mert valaki túl messze van, vagy valaki túl közel van, és gondol egyet a boss, és kivégzi. Igen, igen, az látszik, hogy itt olyan szép sejtések jönnek. Meg lehet látni, hogy mindenki mozog, nem állnak senki, mert igen, nem lehet megállni. Igen, ez különösen tetszik ebben a játékban, meg gondolom, hogy azért ez a non-targetes játékoknak a nagy részére igaz, hogy itt aztán nincs megállás, tehát nem unatkozunk egy percig sem, soha nem ilyen unalmas kattintó párbajban a dolog. Szóval, ahogy Zulian szokta mondani, hogy az ő szobaival éljek, itt nem fogok leállni szotyolázni tankolás közben. Igen. Hát itt nem elég az, hogyha az ember benyom egy makrót a hílelésre, és akkor két másodpercenként a bizonyos skillek elmennek. Igen, és igazából ennek a harci rendszernek mindenféleképpen az előnyére kell írnunk azt, hogy hiába látjuk a skill tálcát, hiába vannak ott a skilljeink, nem figyeljük. Megszokjuk egy idő után a kombóinkat, mi mit követ, mi mikor fog lecécézni, és a játékon kívül tényleg nem kell figyelnünk másra. És ami fontos még, hogy te saját magad is beállíthatod, hogy mi után következzen. Igen. Szóval... Az már egy másik kérdés, hogy... pontokból lehet manipulálni, hát ja, változtatni hát azt, hogy melyik miután lehet, hogy gyorsabban nyomja, vagy erősebbet nyomja, és a többi grippekkel. Ja. Hát még rengeteg változtatást ígértek nekünk egyébként, és ugye most Tier 3-as fejlesztési szakaszban áll a Terra. Igen, tényleg azt kérdezni szeretném, hogy látom, hogy ez a videó ez már nem egy mai, igen. Igen, tehát gondolom azért azóta már történtek fejlesztések így minden terén a játéknak. Igen, az a jó egyébként, hogy minden egyes tírje után, amikor javul a Terra, nem csak a high end és a középszintek javulnak, hanem nagy erőt fektetnek bele a játék fejlesztésének a low level szintjébe is. Szóval igazából már ezen a szinten is rengeteg változás van a kórai szervereken, mind a japán szervereken, de mivel az illegális, hogy ugye mi ott játszhassunk kórain, ezért ezekből a videókból kell úgymond magoznunk, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy így is rendkívül élvezetes ezeket végignézni és végig kommentálni, és így is fölhívni az emberek figyelmét arra, hogy igen, itt van ez az MMORPG, ezt ki kell próbálnatok, gyerekek, mert megéri. Hát az biztos, és nagyon szeretettel várjuk, hogy a Frogster minél hamarabb össze
összekapja magát, és ezért pontosabban persze nem a Frogster hibája most ez a késlekedés, de akkor inkább úgy mondom, hogy a fejlesztő minél hamarabb végezzen az angol verzióval, és végre mindenki élvezhesse ezt a játékot. Igen, ezzel kapcsolatban egyébként van egy jó információ, hogy igazából nem a fordítása van itt a probléma, hanem nagyon ragaszkodik a kiadó ahhoz, hogy az európai és amerikai játékosok teljes játékhoz jutassanak hozzá, vagy legalábbis a teljes játék előtti fejlesztést kapják meg, amit ugye pár hónappal a játék indulása után már tudnak eszközölni, hiszen azért azt meg kell vallanunk, hogy a nyugati kultúrákhoz, vagy a keleti kultúrákhoz képest mi sokkal igényesebbek vagyunk, és nagyobbak az elvárásaink egy játékkal szemben. Igen, főleg egy új játék, igen, főleg egy új játékkal szemben, amikor ugye rengeteg MMO van a piacon, és tényleg igen, vannak köztük igen jó. A boss fightra visszatérve, ott lehet látni, hogy megjelent egy trash. Na, az viszont healeli a boss, de hát elkésett. nem késett el. Healelni kezdte a boss-t, és így még jobban elhúzza a fightot, ezt ugye gyorsan le kell győzni, mielőtt túl sok életet nyerne vissza a boss, de nem, előbb megölték. Nagyon rákoncentráltam a harcra, elvonta a figyelmemet. Igen, ennyi múlik egyébként a játékban, hogy valaki elveszítse a fonalat, hogy egy pillanatra máshová néz, és az nem a skill tálca lesz. Igen, és akkor gondolom, oda lett a... És itt a vége. Oda lett a boss, igen. Na, hát ez egy rendkívül élvezetes videó volt, nagyon jó zenei aláfestést választott hozzá a videó rögzítője. Hát személyesen nem tudjuk megköszönni neki, és nem hiszem, hogy ért magyarul is, de azért ezúton így a mi nyelvünkön hozzászólva köszönjük neki ezt a videót. És hát Vamp, az első ilyen közös vodélményű élményedről szeretnék hallani egy pár szót, kérlek, oszd meg velünk most így a élményeidet. Nagyon-nagyon kellemes volt a vodos élmény. Most először sikerült úgy megnéznem egy Tera videót, hogy olyan emberek kommentálták azt, amit látok, akik már kicsit jobban ismerik én nálam magát a játéknak a belső működését. Eddig én leragadtam így a grafikánál, és hogy fú, hát ez tényleg ez marha jól néz ki. Tehát ennél inkább ideig le is ragadtam. Viszont így, hogy ti elmondtátok egy kicsit konkrétabban, amit látok, azt kell, hogy mondjam, hogy még azt mondom, hogy ez igen, ez kimondottan város játék lesz, és mondhatnak bármit azok, akik úgy gondolják, hogy a Tera az nem egy élvezetes játék, sőt én már ilyen grindelős jelzőt is hallottam rá. Nekem az a véleményem, hogy egy ilyen típusú játéknál eleve nincs grindelés, tehát itt a harc a lényeg. Ennél a harcrendszernél tipikusan a harc a lényeg, tehát ebben nem lehet grindelés, itt azt kell élvezni, ahogy harcolsz. Tehát erről az a véleményem, hogy nem tartanám ezt a játékot kimondottan grindelősnek, sőt, én várom. Egyre jobban várom. Na hát, reméljük, hogy csatlakozol kis köreinkbe itt a Terra világába, szóval... Reméljük. Hát, reméljük, hogy jól alakul minden, aztán együtt toporgunk valami üzlet előtt, és kávészűrcsölve, vagy éppen sört iszogatva várjuk nagy örömmel a játékot. Mindenképpen. Mindenképpen. Éppen digitál módszerrel. Vagy digitál módszerrel a gép előtt tűrve sört szülcsölgetve. Hát az nem adja vissza az igazi az, érzést. Persze. Hát majd kiderül, hát ha lesz valami esemény, amin összegyűlhet így a magyar közösség, de hát kiderül, hogy a Terra Hungary mit alkot, nagyon bízunk benne. Igen, mi is bízunk benne. Aztán, hogy minél jobb lesz. Hát persze, hát majd kiderül. Így van. Na hát... Hát nem is tudom. Nyuszi, valami hozzáfűzni volod a Dungeonhoz? Rövid volt. Rövid volt. Hát igen, azért egy kicsit megnyírvált a videót a fölvevő kolléga, de hát bele kellett férnie neki 15 percbe. Gondolom azért nincsen neki unlimited YouTube accountja. Már persze van, akinek van. Én most nem akarok itt megválmozni, igen. Jó. Szóval az MMOpium videó megtekintői örülhetnek, hogy mi akár egy órás videót is tudunk mutatni. Szóval a popcorn kólát a kézbe MMOpium videói várnak téged. Így van, mert azok unlimited. Úgyhogy jól van. Na, hát én nagyon köszönöm, hogy minket választottatok, és megint megnéztétek ezt a kis koholmányunkat, hogyha így szabad szólítanom. Hát egy kis kéréssel és reklámmal fordulnátok hozzátok,
szokásos monológom, ne felejtsétek el használni a YouTube-on a Szőrös Dantes Ford felirat mellett a kis plusz jelet, vagy a subscribe feliratot, iratkozzatok föl a YouTube csatornámra, hogyha szeretnétek miharabbi értesítést kapni az új videóinkról, vagy elsők akarnátok lenni a videók megtekintésében, és természetesen, hát adjunk egy kis helyet a reklámnak is, természetesen elsősorban, hogy mondjam újra az MMO Opiumot, rendkívül ajánlom nektek, tekintsétek meg, minden friss információt szerintem Vamp közreműködésével bármikor megtalálhatok a honlapján, aztán természetesen hagy ajánljam nektek a Terra Hungary-t, terra-hungary.hu. Hát ez egy magyar fansite a Terra Online világáról. Megpróbálnak mindig friss híreket közölni, és természetesen videókat, képanyagokat, aktív fórummal rendelkezik. Legfőképpen a menükre térjetek ki. Nagyon megéri. És természetesen adjunk egy kis saját reklámot is ugye magunknak. Hát így a Fearless Guildet is szeretném nektek ajánlani. Tálandó recruit, várjuk a jelentkezéseket a guildbe. És minden jelenkezőt szívesen látunk honlapunkon és Teamspeakünkön is, minden jó arcra szükség van. És köszöntöm a részvételt Vampnak és Nyuszinak. Igen, igen, nagyon élveztem én is a vodot, én is búcsúzom tőletek, akkor már én is nyomatom itt a reklámot itt a végén, hogyha ha ezt mindenki, vagy hát a Terra Hungary fiúk is megtették, olvassatok MMOpiumot, mert mindenféle, a Terra kívül mindenféle MMO RPG-vel foglalkozunk, ingyenesekkel, fizetősökkel. Vannak tesztjeink, vannak videócsatornánk, ahová majd ezentúl gyakrabban fognak felkerülni videótesztek, ígérem. Bár ezt már megígértem párszor, de sajnos hardware hiányban szenvedünk, nincs igazán olyan erős gépünk, amivel ezeket a mai modern játékokat tudnánk rögzíteni, de ez változni fog, úgyhogy figyeljétek, kövessetek minket nyomon. Sziasztok! Nyuszi pedig nem húzza az időt, legközelebb találkozunk. Sziasztok!